Betört szélvédő, átszakított féltető, kiukasztott redőny, ilyen és ehhez hasonló károkat szenvedtek a térségben lakók a múlt heti jégesőtől. Bátaszéken kettős szupercella alakult ki, és a jégkármérséklőrendszer működése ellenére 4-5 cm átmérőjű jegek hullottak, és károsították meg a településen lakókat. A város önkormányzata felajánlotta a segítségét a helyreállításokhoz. Várjuk azoknak az ingatlan tulajdonosoknak a jelentkezését, akiknek a lakó ingatlanában, és ez fontos, a lakó ingatlanában kár keletkezett, és nem rendelkezik a lakó ingatlanára felelősségbiztosítással. Felmérjük az így keletkezett károkat, és szeretnénk hozzájárulni a károknak a helyreállításához. Ez persze nem azt jelenti, hogy az önkormányzata teljes renoválást finanszírozza, de rendkívüli támogatásban részesíti azokat, akik megfelelnek a fent említett kritériumoknak, hogy megkönnyítsék a helyreállítási munkákat. Arra kérjük az érintetteket, hogy legkésőbb péntekig legyenek kedvesek jelentkezni, lehetőség szerint lefényképezni a keletkezett károkat, ezt vagy e-mailben, vagy személyesen eljutatni ide a városházára. Ezeknek az ellenőrzése és beköltségelése meg fog történni, és rövid időn belül szeretnénk a képviselőtestület döntene arról, hogy milyen mértékben tudunk segítséget nyújtani. Erre akár már a következő hónapban sor kerülhet.